Itt található a hűtőfolyadéknak a tartálya. És egy optikai eszközzel fogom most ellenőrizni ezt a folyadékot. Így veszek belőle ezzel a pipettával egy pici mintát. A mintát rápöttyintem a szerkezetnek a üveglapjára. Szépen eloszlik rajta. És fény felé fordítva bele lehet nézni. Meg lehet nézni, hogy hogy is áll. És ott lehet látni teljesen jól. Valamint létezik egy hagyományosabb szerkezet. Mellyel szintén meg lehet vizsgálni az anyagot. Na, így is van. Lehet látni, hogy gyönyörűen kitér a mutató, és jelzi nekünk, hogy nagyjából valami 41-2 fokos fagyálló képessége ennek